Idén augusztus 25-én tartották meg a hagyományőrző Roma napot Bonyhádon. Ez a rendezvény egynapos, aminek keretein belül tánccsoportok léphettek fel, hogy megmutassák hagyományőrző táncaikat. Bonyhádi Roma hagyományőrző napok kezdődtek meg. Igazából ez egy egynapos rendezvény, és ezt 26. alkalommal sikerült az idén megvalósítani. Bonyhádváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata már a megalakulását követő időszakban kitűzte célul, hogy a helyi tanulmányokra fog igazából összpontosítani, hogy a gyermekek esetében minél több okos gyermeket tudjon jutalmazni, és a költségvetésünk nagyobb részét igazából erre fordítjuk. Idén is sokadik alkalommal kiírásra került a tanulmányi ösztöndíjunk. Ezen felül volt még kiírásra került az elsősök iskola kezdési támogatása, és idén először a testület arról döntött, hogy újabb pályázattal bővíti a kínálatunkat, mégpedig a helyi kiváló sportteljesítményt nyújtó gyermekek számára írtunk ki egy pályázatot. Szóval azt gondolom, hogy ez nagyon motiválva és ösztönző a helyi romák körébe, ugyanis évről évre az a minimum 30 gyermek, aki számos évvel már nyert is pályázatot, ez folyamatosan, hál' Istennek, jutalmazva van, és ahogy fejlődünk, ugye egyre több értelmiségi roma gyermek kerül a nagyvilágba. Volt a roma önkormányzatnak egy pályázati kiírása, a pályázati kiírásnak megfeleltek a gyermekek. Most pontosan nem tudom, hogy hány gyermek, de közel 30 gyermek nyertes pályázata lett igazából elbírálva, és ez úgy zajlik, hogy ilyenkor ezen a napon ünnepélyes oklevelet adunk át számukra, amivel holnapi nap folyamán a városi önkormányzatnak a pénztárába lehetőség lesz a kategóriának megfelelő pénzkifizetésben, tehát hogy pénzösszeget fognak kapni. 30 gyermek lett, aki a tanulmányi ösztöndíjban részesült, és 2 gyermek sportteljesítmény, tehát 32 gyermek. Ami büszkeséggel tölti el az önkormányzatunkat, az az, hogy 3 kategóriába kerül kiírásra ez a tanulmányi ösztöndíj, és a legmagasabb kategóriában, 4,5 feletti kategóriában 6 gyermekünk részesült, vagy 6 gyermekünk került be, és lett köztünk egy kitűnő is, tehát egy 5,5-es átlag gyermekünk is, aki már igazából magasabb végzettségben is van, ugyanis a Petőfi gimnázium diákja. Hatalmas segítséget kapnak, hogy ez a nap minden évben megrendezésre kerülhessen. Minden évben nyáron kerül megrendezésre. Nagyon fontos elmondanom, hogy a roma önkormányzatnak a költségvetésének igazából a több mint a felét képezi ez a rendezvényünknek a fenntartása, illetve megvalósítása, és ehhez nagyon nagy segítséget kapunk a várostól, ugyanis a város az minden évben 1.390.000 forinttal támogatja a roma önkormányzatot, ami nyilván nagy segítség nekünk, és ezzel is tudunk gazdálkodni, úgyhogy nélkülük igazából azt gondolom, hogy ez nem valósulhatna meg, és azt gondolom, hogy bátran ki lehet jelenteni, hogy ahogy a németek, székelyek, ugye a romák is helyet kapnak a városba, és ezáltal itt vagyunk mi is, és városi rendezvényt tudunk biztosítani az itt élőknek. Brandt Róbert, a Cikös-Tolna vármegyei főkoordinátora számolt be, hogy a roma közélet érdekében milyen jövőbeni tervek valósulhatnak meg. Dolgozunk, előre mutatóan dolgozunk már most is, a tervezések megvannak. Annak meg külön örülök, hogy Bonyhád ezen a napon megtartja a 26. roma napját Kincsesi Bolya vezetésével. Én amennyire tudom, a programokat ismerve kifejezetten a roma hagyományokat kívánják őrizni, a roma kultúrát ápolni, és ez a célja egyébként a Cikösznek országosan is, és az országos roma önkormányzatnak is, azon kívül, hogy néha azért belekényszerülnek a roma önkormányzatok, és így az országos roma önkormányzat is abban, hogy szociális feladatokban próbálnak segítséget nyújtani, de én azt gondolom, hogyha munkát tudunk adni az embereknek, amit becsülettel, tisztességesen elvégeznek, azért tisztességes bérjár, és ezzel fenn fogják tudni tartani a családjaikat, viszont a családvédelem az a Cikösznek is fontos, és ez mellett ugye az oktatás, ha van kellő bevétel egy családnak, akkor azt gondolom, hogy az oktatásban sem lehet probléma. Mi a cigányságot
próbáljuk szolgálni, őket akarjuk kiszolgálni, és nem az önös érdekek mellett akarunk dolgozni, ahogy ezt az elmúlt 30 évben lehetett érezni, akár a médiában, bárhol, hiszen kiabálások, verekedések voltak, és ez mind azért, mert minden képviselő az önös érdekeit tartotta előtérben, ahelyett, hogy a hazai cigányságot próbálta volna kiszolgálni. Én azt gondolom, hogy a programot ismerve, ugye itt a roma hagyományőrző táncok mellett a roma autentikus zenekarok is be fognak mutatkozni. A többségi társadalom felé ezt mindenképp szeretnénk vetíteni, de amit én személy szerint nagyon, nagyon fontosnak tartok, hogy a romaságban a hazai cigányságnak a fiataljai, a fiatal generáció ismerje meg a saját kultúránkat, a saját hagyományainkat, és őrizzék, ápolják, hiszen egy gyönyörű kultúra. Nyelvet, tanulják a nyelvet, és ezt bátran használják is bárhol. A táncainkat, a zenéinket, nagyon híres festőink vannak, költőink vannak. Én azt gondolom, hogy ezt őrizni kell, ápolni kell, és a fiatal generációnknak ezt át kell vegye. Nekünk meg ez a feladatunk, hogy átadjuk.